több tábla ugyanazon az ingatlanon. A téves számozás nem csak a pizzafutárnak okozhat gondot, akár életet is követelhet, ha a mentő nem jut időben a megfelelő címre. Ezek a képek ugyan több hónapja készültek, a közterület felügyelet tapasztalata azonban az, hogy több száz ingatlanon még egyáltalán nincs, vagy túl sok házszám is van. Ez pedig szabálysértésnek számít. Az első Mikulás csomagokat tavaly szeptemberben küldte ki a hatóság a tulajdonosoknak. Akkor több mint 2000 esetben jártak el a szakemberek. Az ellenőrzést idén áprilisban újra kezdték. Ezek felülvizsgálata pedig a héten indul. Amikor ezt elkezdtük, akkor azt határoztuk meg a célnak, hogy ez egész évben ezt fogjuk csinálni. Tudtuk, hogy ez egy hosszabb munka lesz, hiszen amikor a felügyelő kimegy dolgozni, neki nem csak az kell, és kimények és mennyi van neki házszám, hanem előtte már bent egy komolyabb munkát kell végeznie, hiszen egy utcát végig le kell kérnie helyzetszámok alapján, akkor, hogy milyen házszámoknak kell rajta lennie, térképbe kell nyomtatni, és az a alapján indul el, hiszen hogyha egy utcába kimegy, és már az elején valamit a felügyelő, mondjuk rossz házszámot azosítja valóva, akkor az egész utca borul, és akkor minden rosszat fog bedobálni, mint figyelmeztetést ilyen szempontból, tehát ez már akkor egy komolyabb munkát igényel. A közterület felügyelet eddig csak figyelmeztette a tulajdonosokat, aki azonban a megadott határidőn belül nem cselekszik, az borsos árat fizethet a végén. A bírságolás 10 000 forinttól indul magánszemélyek esetében. Ha mondjuk a felügyelő találkozik a helyszínen a tulajdonossal, akkor vele szemben szabhat ki helyszínviselőt, 50 000 forintig terjedhet. Ha nem lesz ott a tulajdonos a helyszínen, vagy épp aki használja az ingatlant, akkor vele szemben lehet kezdeményezni egy eljárást. Ennek a vége lehet akár 200 000 forintig terjedő bírság magánszemély esetében, cég esetében pedig 2 000 000 forintig terjedő bírságot lehet kiszabni. Fontos, hogy utcanévtáblát az önkormányzat helyez ki, ezért elég csak a helyes házszámot kitenni. A szakemberek azt javasolják, hogy még az is, aki biztos a saját címében, ellenőrizze azt az ingatlan helyrajzi száma alapján. Ezt legegyszerűbben úgy teheti meg, ha az e-városháza oldalon, az igazgatási osztály rovatán belül a címfelülvizsgálatra kattint.